A radikális képzés második rész, a Lukács 6.27-től olvasom. Nektek mondom, akik hallgattok rám, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántanak titeket. Annak, aki megüti az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Annak, aki elveszi a kabátodat, add oda az ingedet is. Mindenkinek adj, aki kölcsönkér tőled. Ha valaki elveszi, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek. Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. Ha csak azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy vissza is fogják fizetni, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön a többi bűnösnek, hogy ezután majd visszakapják. Szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót velük. Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják. Akkor Isten bőségesen meg fog jutalmazni titeket, és a magasságos Isten fiai lesztek. Mert Isten jóságos, a gonosz és hálátlan emberekhez is. Legyetek azért ti is irgalmasak és könyörületesek, ahogyan mennyei atyátok is irgalmas és könyörületes. Ne ítéljetek el másokat, és akkor titeket sem ítélnek el, senkit se vádoljatok, vagy hibáztassatok, és akkor titeket sem vádolnak majd. Bocsássatok meg másoknak, és akkor nektek is meg fognak bocsájtani. Adjatok, és akkor nektek is adni fognak. Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok. Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy nem is bírjátok el, sőt, az öletekbe ömlik majd. Mert amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni. Tehát amikor a tanítványok harcba indulnak, elengedhetetlen, hogy megfelelő fegyverrel rendelkezzenek. Ezért a megváltó most megmutatja nekik Isten fegyvertárának egyik titkos fegyverét, a szeretetet. Ő nem a gyűlölet, hanem a szeretet forradalmát hirdeti. Nem az erőszakét, hanem a jóságét. Ez a szeretet elüt minden mástól, amit a világ ismer. Természet fölötti, más világi szeretet. Nem pusztán emberi gyengétség, amelyre hitetlenek is képesek. Olyasmi, ami csak az isteni élettel rendelkezőkben nyilvánulhat meg. És a hívők sem gyakorolhatják a saját erejükből. Csak is a bennük lakó Szent Szellem ereje által nyilvánítható ki. Ez a szeretet inkább akarat, mint sem érzelem kérdése, bár természetesen az érzelmek is szerepet játszanak benne. Nem úgy jön, mint a megfázás, hanem Jézus lábánál ülve lehet kiművelni. Nem Hollywoodból való, hanem a mennyből. Míg az érzéki vágy alig várja, hogy kapjon, a szeretet arra vár, hogy adhasson. A meg nem tért embereket teljesen váratlanul éri, amikor a szeretetnek ezzel a fajtájával találkoznak. Elképednek tőle. Tudják kezelni az emberi gyengétséget, és természetesen visszaütnek, ha ellenséges magatartást tapasztalnak. De ha a gorombaságért cserébe kedvességgel fizetünk, nem tudják, mit gondoljanak, mondjanak és tegyenek. Erről szól az egész. A tanítványok sosem fognak hatást gyakorolni a világra, ha nem emelkednek test és vér fölé. A szeretet hatalmas kitörésével kell felrázniuk az embereket. A 27-től 31. versben a megváltó elmondja, hogyan bánik másokkal a szeretet. Például az ember ellenségeire is kiárad, nem csak a barátaira.
Ez egyáltalán nem természetes. Az ellenségünk szeretete ellentétes emberi természetünkkel, akárcsak az, ha jó cselekedetekkel viszonozzuk a gyűlöletet. Isten áldását kérjük a minket átkozókra, vagy imádkozunk azokért, akik rosszul bánnak velünk. De idézőjelben erre járt a Mester is, kövesse őt a szolgait. Idézet Horácius Bonár énekéből. Valóban nagy hatást gyakorol az emberekre, amikor a keresztények szeretik az ellenségeiket és imádkoznak az üldözőikért? Hadd mondjak el egy történetet. Michio Fuchida volt az a japán pilóta, aki 1941. decemberében a Pearl Harbor elleni támadást vezette. Ő jelentette rádión Tokiónak, idézelben, tora, tora, tora. Idézelbe zárva, a küldetés teljes sikerét hirdetve. Diadalmámorban úszott. Míg nem, a harctéren fordult a kocka. Országának végül meg kellett adnia magát. A vereség miatt lesújtott, Fuchida ekkor elhatározta, hogy a győzteseket háborús büntettek vádjával nemzetközi bíróság elé idézteti. Bizonyítékokat próbált gyűjteni, ezért megkérdezett japán katonákat, akiket korábban hadifogolyként az Egyesült Államokban tartottak fogva. Ahelyett, hogy atrocitásokról hallott volna, újra meg újra szóba került egy keresztény asszony, aki fölkereste a hadifogolytábort, jóságosan bánt velük, és egy új szövetség nevű keresztény könyvet adott nekik. Amikor megkérdezték tőle, miért ilyen jó az ellenséges foglyokhoz, azt felelte, hogy a szülei misszionáriusok voltak a Fülöp-szigeteken, és a japánok kivégezték őket, de haláluk előtt elmondtak egy bizonyos imádságot. Emiatt az ima miatt határozta el az asszony, hogy szeretettel viseltetik a nélkülöző japán foglyok iránt. Michio Fuchida nem tudta kiverni a fejéből a rejtélyes imádság történetét, amely nem hagyta nyugodni. Szerzett egy új szövetséget, és elkezdte olvasni. Amikor a Lukács 23.34-hez ért, azonnal rájött, hogy megtalálta az imádságot. Idézőjelben, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Idézőjelbe zárva. Nem gondol többé az amerikai asszonyra, vagy a japán hadifoglyokra, csak magára, mint Krisztus áldáz ellenségére, akinek Isten kész megbocsájtani, meghallgatva a megfeszített megváltó imádságát. Abban a pillanatban kérte és megkapta a bűnbocsánatot és az örök életet a Krisztusba vetett hit által. A szeretet nem bosszúálló, nem szemet szemér, fogad fogér elve működik, hanem a másik arcát is odatartja. A másik arcunk odatartásával lefegyverezzük ellenségünket. Ő arcul üt bennünket, mi pedig erkölcsi tartásunknál fogva szíven ütjük őt azzal, hogy odatartjuk a másik arcunkat. Ellenséges lelkülete elpárolog, ellenségünk eltűnik. Azáltal, hogy megszabadultunk az ellenséges lelkületünktől, megszabadultunk tőle is. A világ annak az embernek a lábainál hever, akinek volt ereje visszaütni, de ahhoz is volt ereje, hogy ne üssön vissza. Ez az igazi erő, a döntő erő, ahogy E. Stanley Jones írta. A szeretet oly kevéssé ragaszkodik az anyagi javakhoz, hogy többet is ad, boldogan, mint amit kérnek tőle. Azért tudjuk olyan nehezen követni ezt a példát, mert túl sok mindenünk van, és ez rabulájt minket. A szeretet az adásban nyilvánul meg. Ahogy John Oxenham, Love ever gives, forgives, outlives kezdetű sorai írják, a szeretet mindig ad, megbocsájt, megmarad, és kezét mindig kinyújtja. Amíg él, csak ad. Ez a szeretet előjoga. Adni,
adni, adni. A tanítványoknak már a kezdet-kezdetén tudniuk kell, hogy szolgálatuk adakozó szolgálat kell, hogy legyen. Nem az a kérdés, mit nyerek belőle, hanem az, hogyan adhatok egyre többet. Ne arra számítsanak, hogy kapni fognak, hanem arra, hogy adni. Szüntelenül igazi szükséghelyzetekkel fognak találkozni, és bár maguk is szegények, nép képessé válnak segíteni. Csak akkor nem kell adniuk, ha ezzel ártanának valakinek, az illető lustaságát vagy bűnös szokását támogatják. Ha a tanítvány nem biztos a dolgában, inkább a kegyelem javára tévedjen. Az alapvető szabály az, hogy Krisztus követői úgy bánjanak másokkal, ahogy szeretnék, hogy mások bánjanak velük. Ez azt jelenti, hogy legyenek udvariasak, bőkezűek, türelmesek, önzetlenek, pártatlanok, megbocsájtók, segítőkészek. A végtelenségig lehetne sorolni. Jézus ezután hangsúlyozza, hogy a viselkedésünknek felül kell múlnia az újjánem született emberek viselkedését. Nem elég a rokonainkat és barátainkat szeretni. Ezt a banditák is megteszik. Nem elég kedvesen viszonyulni azokhoz, akik kedvesen bánnak velünk. Erre a gyilkosok és házasságtörők is képesek. Nem elég a visszafizetés reményében kölcsön adni. Ezt a bankfiókban is megteszik. Ha a világra hatást akarunk gyakorolni, a pusztán emberi vonásokon túllépve el kell jutnunk ahhoz, ami az isteni életről tanúskodik. Ezt úgy érhetjük el, ha szeretjük az ellenszenves, gonosz és hálátlan embereket, jót teszünk azokkal, akik nem érdemlik meg, és a visszafizetés reménye nélkül adunk kölcsönt. Isten busásan megjutalmazza az ilyenfajta tanítványságot, és a magasságos gyermekei leszünk. Nem így válunk a magasságos gyermekeivé, mert az egyedül az Isten előtti bűnbánattal és az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel érhető el, hanem így mutatjuk meg a világnak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azzal fejezzük ki a családi hasonlatosságot, hogy jóságosan bánunk a hálátlanokkal és a gonoszokkal. A 12 az Urat szolgálva mindenféle emberi szükséglettel találkozott. Betegekkel, vakokkal, süketekkel, idősekkel, önfejűekkel, őrültekkel, megszállottakkal, magányosakkal, szegényekkel és hajléktalanokkal. Időnként bizonyára szembe kellett nézniük a türelmetlenség kísértésével, amikor fizikailag elfáradtak és érzelmileg kimerültek, és legszívesebben jól lehorták volna a szerencsétleneket. De Jézus figyelmeztette őket, hogy mennyi atyukhoz hasonlóan irgalmasnak kell lenniük. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Sokan, akik nem ismerik a Biblia többi részét, csak ezt az igeverset, bunkos botként próbálnak vele elhallgattatni minden bírálatot és helyreigazítást. Ha a Szentírás más helyeit is tanulmányoznák, rájönnének, hogy van, amikor ítélnünk kell, és van, amikor nem szabad. Az ige fényében meg kell ítélnünk például a tanítókat és a tanításukat. Az 1 Korintus 14.29 alapján. Meg kell ítélnünk, hogy mások valóban hívők-e, különben nem tudnánk megfogadni a felemességába lépést tiltó parancsot. A 2 Korintus 6.14 alapján. Meg kell ítélnünk a hívők közti vitákat az 1 Korintus 6.1-6 alapján. Meg kell ítélnünk a saját életünkben lévő bűnt 1 Korintus 11.31 alapján. A gyülekezetnek meg kell ítélnie a bűn kirívó formáit az 1 Korintus 5.12 alapján. A gyülekezetnek meg kell ítélnie, hogy egyes emberek alkalmasak-e előjárói vagy diakonusi tisztségre az 1 Timóteus 3.1.13 alapján. Vannak azonban olyan területek is, ahol nem szabad ítélnünk. Nem szabad megítélnünk mások indítékait, mert csak Isten tudja, mi zajlik az elméjükben. Nem szabad megítélnünk az Úr szolgáinak szolgálatát az 1 Korintus 4.5 alapján. Csak egy valaki tudja, hogy arannyal, ezüsttel és drága kövekkel, vagy fával, szénával és szalmával építkeznek-e az 1 Korintus 3.12 alapján. Nem szabad elítélnünk azokat, akik erkölcsileg közömbös, vagy nem lényeges kérdésekben más nézeten vannak.
a Róma 14-3-4 és 13 alapján. Végül nem szabad a külső alapján ítélnünk, a János 7-24 alapján, sem személyválogatónak lennünk a Jakab 2-1-4 alapján. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatások. Sotok. Hamis képet festene a megváltóról, ha tanítványai folyton kárhoztatnának másokat. Jézus nem azért jött, hogy kárhoztasson, hanem hogy megmentsen. Követői ne legyenek kritikusak, bírálgatók, gáncsoskodók. Igaz, hogy buzgón ki kell állniuk a hit mellett, de ez nem teszi szükségszerűvé az állandó, negatív jellegű szolgálatot. Akik folyton kárhoztatnak másokat, csak a magukhoz hasonló embereket vonzák, és az ilyen gyülekezések szükségképpen szakadásra vannak ítélve. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtatik. Itt szülői megbocsátásról van szó, amit meg kell különböztetnünk az igazság szolgáltatással kapcsolatos megbocsátástól. Amikor a bűnös a megváltóra bízza magát, az igazság szolgáltatást illetően megbocsátásban részesül, azaz Isten a bíró megszabadítja attól, hogy valaha meg kelljen fizetni a bűnei büntetését. De amikor a keresztény vétkezik, szülői megbocsátásra van szüksége. Ezt akkor kapja meg, ha megvallja bűnét az 1 János 1.9 alapján. Ez a megbocsátás feltételes. Isten nem bocsájt meg neki úgy, hogy helyreállítja a családi közösséget, ha a hívő nem hajlandó megbocsájtani egy bűnbánó testvérének. Isten milliókat engedett el minden gyermekének, nekik is készségesen el kell engedniük néhány fillért. A Máté 18.23.35 alapján. A tanítványoknak hamar meg kell tanulniuk, hogy adakozásban nem múlhatják felül az Urat. Ha valóban bőkezőek akarnak lenni, Isten gondoskodni fog róla, hogy sose fogjanak ki a bőkezűség gyakorlásának eszközeiből. Ha ők kilapátolják javaikat, Isten újabbakat lapátol be, és az ő lapátja nagyobb. Mennyire elütez attól a nem ritka gyakorlattól, amikor a szolgálatot az anyagi biztonság eszközül használják. Nem az a bibliai megközelítés, hogy idézőjelben minél többet nyer ki belőle, hanem az, idézőjel, tegyél bele minél többet. Ha minden egyéb kudarcot val, a szeretet győzedelmeskedik. Aiszóposz egyik meséjében a nap versenyre kelt a széllel, hogy melyikük tudja levetetni egy emberrel a kabátját. Minél erősebben fújt a szél, annál jobban a kabátjába burkolózott az ember. Amikor azonban rásütött a nap, már nem reszketett és levette a kabátját. A meleg győzött. Egyszer egy kisfiú olyan völgyben játszott, ami erősen visszhangzott. Utállak, kiáltotta, és a visszhang válaszolt. Utállak. Egyre hangosabban kiáltozott, és a szavak annál erősebben verődtek vissza. Zokogva szaladt az anyukájához, és elpanaszolta neki. Van a közelben egy kisfiú, aki utál engem. Anyja bölcsen azt javasolta. Mondja a fiúnak, hogy szereti őt. Úgy is tett. Valahányszor elkiáltotta magát. Szeretlek. Örömmel hallotta a visszhang válaszát. Szeretlek. A világ majd meghal egy kis szeretetért. Krisztus arra hívja tanítványait, hogy Isten szívükbe áradt szeretetével induljanak útnak.